Mi történik, drága? Fáj az ujjam. Szuper. Az nagyon jól néz ki. Hát ez eszméletlen, ami itt van. Egészségünkre. Köszönjük szépen a pálinkát. Szuper. Örkölt? Jó reggelt! Köszöntünk benneteket a sátorból. Már novembertől nem sátroztunk, ez az első sátrazásunk március közepén. Most, ahol vagyunk, az a közel van a Zebras kanyonhoz, tehát Zebra kanyonhoz, ami egy egész szép túraút. Kávézunk, meg reggelizünk, és aztán megyünk, megnézzük, hogy milyen az. És utána megyünk haza. Ez a hely, ahol vagyunk, olyan 5 percnyire van Escalante városkától Utahban. Jól mondom? A Brigin még ma reggel nincs sminkit, nem szeret mutatkozni, úgy látom. Reggeli nehézségek? Hát igen. Szembesüt a nap. Készül a reggeli tűz. Mi van szívem, van internet? Jaj, reggeli újságolvasás. Nem jó. Akkor jobb, mikor nincs internet. És akkor ülünk a tűznél, fogjuk egymás kezét. Ez így van. Fázol? Nem. Melegen van. Plusz 2 napos idő. Fázol? Nem, napozok márciusban. Nem rossz. Ah, egész jó. Ki van téve valami tábla? Veszély van, gyere, nézzük meg! Jó. A gyűjtögető életmódok nem lehet folytatni, azt már látom. Aha. Na, mi van még itt? Oké. Fejenként 4 liter víz van. Nincs. Nincs. Az időjárást néztük, nem. Jól kezdődik. Könnyen el lehet veszni. Oké. Van internet? Nincs. Van térképünk amúgy. Egy GPS-en. Oké. Hogyha bármelyik kérdésre nem a válasz, akkor forduljunk vissza. Nem. Na jó, akkor menjünk tovább. Menjünk tovább. Jó van. És az milyen hosszú? 5 mérföld. De nem biztos, hogy megtesszük az egészet, ha van benne víz, akkor biztos nem. Sivatagos, kietlen a táj, és nem hoztunk vizet. Eleget. Van itt 2 liter víz nálam. Nem akarsz 8 litert helyette cipálni? Nem, köszönöm. Ez 7 kilométeres túra. Nincs is meleg. Nincs, fúj a szél, és akkor fázak a kezeim. Szépen süt a nap, és van nálunk 2 liter víz. Semmi gond. Na jó van, nincsen dráma. Ott vagyunk már? Nem. Hát jó. Még nem. Kezd meleg lenni, és meleg lenni. Meleg lenni, és meleg lenni? Aha. És még mi? Még meleg? Igen. Na mi van a táblán? Bizonyos tevékenységek megvannak tiltva, de nem tudjuk, mik meg azok nincsenek kitéve, de ha akar tudni, akkor kérdezzek a BLM irodát. Folyó modell? Hát ez egy, ja, olyasmi. Szerintem hát a kanyomból ide ömlik bele a víz, amikor esik. Tök jó. És aztán ezt úgy kimosta. Oda fel kell menni? Hát, elmegy az út. Hát jó. Azért vagyunk itt, hogy ezt a kő textúrát mutassuk meg nektek. Egész szép. Ilyen hasonló van az antilop kanyomba. Azt mondják, hogy a szebb színűbb az hát antilop kanyom. De hát ugye az nyomzati parkban van, nem? És lottózni kell, hogy bejuss. Igen. De már lottóztál is nem húztak ki, csak elvitték a pénzt. Jaj. Ide meg bárki eljöhet megnézni.
Egész jól néz ki, nem addig? Ez nagyon jól néz ki. Nagyon szépek ezek. Jó. Ez itt nagyon jól néz ki. És nincs is nemzeti parkban. Csak itt van. Ez kicsit olyan McInnis kanyagos is, nem? Á, igen, a közvetek színe, de ez a rétegződés, ez kicsit más jellegű. Ott olyan lyukacskák vannak, látod? Jó. Ja. Egész jó. Aha. Mit találtál? Lyukat. Lyukat a sziklában. Nézzük meg, hogy mi ez itt. Csak lyuk. De jól néz ki amúgy. Ez olyan... Nem tudom. Kb. Ott van szintben, mint az, mint ahol te állsz. Mondom, a víz kimosta. Igen. Jól néz ki. Ja, az itt nagyon jól néz ki. Élhetnek szerinted benne valakik? Persze. Kik? Á, gondolom bogarkák, egy kis kígyó itt-ott. Egy kis csörgő kígyó? Baglyok, nem tudom. Ja, az itt nagyon jól néz ki. Nem került pénzbe, a természet meg a környezeti elemek alakították. A víz, a hőmérséklet, meg a hőmérséklet ingadozás elúzós tevékenysége. Ja, ide kell jutni valahogy. De utána ingyen van. Kempingezésért nem kell fizetni, vannak tűzkörök. Nem kell múzeumban belépőt venni. Ja. Olyan, mintha a Marson lennénk, nem? Teljesen olyan a táj, vöröses sziklák. És ide olcsóbb a benzin, mint a Marsra. Igen? Hát bár most a benzin rohadt drága lett itt is. Ez igaz. De még mindig olcsóbb, mint hogy Marsra kéne menni. Hát az képest igen. Ez tök jól néz ki. Ilyen kis levélkéi vannak, és itt a virág. Ez a virág a száraz, ugye? Szerintem igen. Ez már elszáradt, igen. Ez tök jól. Ja, jól néz ki. Nem hoztunk ásót. Legközelebb. Legközelebb? Hazavinnéd? Aha, szerintem ez jól néz ki. Mi a benyomás? Egész jó, én élvezem. Aha, látok? Ez az ördög szekér, nem? De. Nem ezt szokta a szél? Ezt szokta a szél fújni, igen. Na, itt már egész közel lehetünk a keskenyebb részéhez a kanyonnak, az csak utolsó pár száz méter. Tényleg nagyon finom homok van a talpunkon. Megérkeztünk a sivatagba. Tényleg, mint a sivatagba lennénk. Arra, hogy március közepe van, nagyon jó idő van. Igen. Nincs meleg, de a nap az erősen süt. Ez már olyan kanyonosnak kezd el kinézni. Ez az, amit kerestünk, vagy még menni kell? Ez az. És még menni kell a végére, ameddig nincs benne víz. Aztán visszafordulunk, és jövünk ugyanarra. Wow, itt már keskenyedik. De jó, ezzel jöttünk. Aha, ez gyorsan bekeskenyedik. Tök jó! Tényleg az. De szupi! Tenyi! Nem rossz. Félek át, te. Ó, basszus! Én itt nem velek átmenni. Miért? Mert keskeny. Rajtad nincs is hátizsák. Hát nincs, de...
Én itt nem meleg átmenni. Átférsz. Nem meleg. Tényleg? Igen. Na gyere utána. Nem nehéz. És itt van emberek hátizsáta. Na, te könnyebben átfértél, mint én. Ügyes vagy. Megyünk tovább. Hát? Itt hagyod a hátizsákot? Aha, itt már egy kis víz van. Gyorsan. Mélyebb lesz. Jó. Ez mély? Nem. Igen, mély. Lépj előbbre. Előbbre. Na, ott, nem, az túl, oké. Okay. Jó. Na, és ez ma itt nem is mély. Ügyes vagy. Basszuság. Nem muszáj mennünk. Tudom. Ez elég, elég nehéz csak. Ja, te könnyen átférsz. Neked ezt kéne csinálni. Hivatás volt. Éppen ezt végig szenvedtem. Mert csak átjössz. Ez egész könnyű volt. Forzasztom. Rossz nézni, amilyen jó vagy ebbe amúgy. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Itt a zebrás rész. Azt mondták, hogy a két nehéz szekció után jön a zebrás rész. Szerintem igen. Hát ez könnyű volt amúgy. Neked jó? Nekem jó. Nekem tetszik. Végigkonkom, nekem is nagyon tetszik. Normál vastagságú és méretű embernek nem annyira könnyű. Ez szuper hely. Ja, ez könnyű itt. Nem, néha elfelejtem. Tök jó. Szerintem is. Nagyon tetszik. Nagyon szép. Ingyen van. Aha. Csak el kell ide jönni. Tudod, az élmény megfizethetetlen. Minden más ott a Mastercard. Ja. Vagy a Visa. Szuper szép ez. Aha. Thank you.
Szerintem az volt a kanyon legszebb része, Missos. Amúgy szerintem is, ott már nincs zebra. Nézem innen, nem látok. És lehet, hogy amúgy a végén vagyunk. A zebra szotot. Én már elhagytam, úgyhogy mehetünk visszafelé. Ez volt a vége a túrának. Én már a túra után vagyok. Szuper. Ja, ez így ez kivisz. Kivinne oda a tetejére. Véget ért a móka mára. Záró zebra mókhatára? Aha, ez tök jó volt. Reméljük, nektek is tetszett. Nagyon tetszett nekem. Nagyon jó volt. Mi indulunk haza. Sziasztok! Sziasztok!